Fénylik titka keresztfána. Fénylik? Vajon milyen állapotban vagyunk? Áttör életünk homályán, sötétségeken, összemosott, kitisztulni nem engedett hamisságokon, és egyre inkább látható lesz életünkben? Vagy éppen elhomályosul? Egyre halványabb, egyre inkább csak sejthető, míg végleg eltakarja a sötét. Nagypéntek keresztje a világtörténelem középpontjába ültetett, és alig néhány év múlva az apostol már homályosulni látja. Fájdalmasan kiált. A Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert a kereszt és a keresztről való beszéd már akkor bolondságnak tűnt, botránynak tűnt sokaknak. Azóta a kereszt titka erősebben fénylik, vagy csak homályosul. Mert lehettek és lehetnek balgatagok, mint a galácia beliek, akik előtt a Krisztus úgy hirdettetett, mintha közöttük feszítetett volna meg, és mégis hamar más evangéliumhoz tértek. Holott nincs más. Egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A Szentlélek nagy fergetek köpenyben a Libanonra szállott. A Libanon csúcsán egy cédrus állott. Törzse obeliszk, feje korona. A Szentlélek ráharsogott. Te fa, Máriától, a szűztől most jövök. Csírázik immár az Isten fia, és áldott ő az asszonyok között. Most rajtad a sor. Én vihar kezemmel megáldalak, légy terhes a kereszttel. Légy te is áldott minden fák között. Érezd, hogy nő benned a feszület. Éveid a megváltó évei, míg utatok egyszer összevezet. Rajtad csorogjon végig Krisztus vére, kidöntve majd magánod vadonából, állítsanak a világ közepébe. Ott állj majd minden árva falu végen, ott csüki a cellák kietlen falán, ős fának ezer apró másaképpen. Forgácsolod szét millió darabra, a szabadító tekintsen le rólad millió megbilincselt életrabra. A Szentlélek nagy fergetek köpenyben tova zúgott a Libanon felett. Zúgásában ezer fa reszketett, ordító erdőn ment harsogva át, csak egy fa értette meg a szavát. Lehajlott óriási koronája, kereszt sorsának megadta magát. Haza a magasban, mert ha a keresztfa nem fogantatott meg az életedben, akkor hontalan vagy a földön is, a mennyben is. Kaini száműzetés bolyongásában élsz bűnei terhe alatt a földön, és áhítattal vagy dühösen ostromolva is az eget, kívül maradsz onnan is. Tör, bükk egymásba fonódik, és közöttük látszik az ég, az otthon, az igazi hazánk. De látszik-e? Ha a földi hazából megpróbálják kitépni a keresztet, szegekkel, korbáccsal, szenvedéssel vagy cinizmussal, törvénnyel vagy korlátok nélküli szabadsággal, akkor megmaradhat-e mennyei honunk? Ha földi létünk Krisztus keresztje nélkül teng, akkor bezárul az ég is. Visszavarják, összefoltozzák a meghasadt kárpitot, hogy újra falként álljon,
Isten és ember között. A Krisztus keresztje gyökerezzen bele kitéphetetlenül a szívünkbe, és szíveinken keresztül magyar népünk életébe, hazánk földjébe, hogy Krisztus népe legyünk. És a hazát, melyet kard megszerzett, tartsa meg továbbra is a kereszt. Erre ígéretünk van. Nem hiszed, hogy lehetséges? Isten megígérte, hogy örök szövetséget köt a világgal. Az ős szövetség csodálatos jele ma is figyelmeztet minket erre. Majd azt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek, és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ívemet helyezem a feldőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Amikor feldőt borítok a földre, és feltűnik az ív a feldő, akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek, és minden élő lényel, amely testben él. És nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élő lényel, amely testben él a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak, ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem. Mennyivel inkább meríthetünk erőt abból, hogy immár örök szövetség vére által Jézus Krisztus keresztjével és feltámadásában hirdeti szeretetét, megváltó és megtartó kegyelmét. Halványpiros hegyi virág öleli lábát a keresztnek. Távolról a sötét fenyők, titoktudó konuk erők, feléje gyökeret eresznek, és ölelik a föld alatt, így rejtik el imádatuk. Olyan szép itt, és oly szabad, alatta kanyarog az út, és még mélyebben a patak. Szent arcán kín, s örök remény, a zúgó vízbe letekint, s mosolyog a vad patak dühén. És megfeszíték őt. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Isten, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteik méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Az anya.
Jézus azért, mikor látta, hogy ott áll az ő anyja. Bolé Sirón tudott van, Sirónból sepedik, Múhol oszuk epedek. Választ világon túl, zsidó fiódon túl, ézes örmentül. Nem tudtam, mi a siralom, most siralom az lopogok, búktól aszok epedek. Zsidók világosságomtól megfosztanak én fiamtól, az én édes örömemtől. Ó, én édes uram, egyetlen egy fiam, síró anyát tekintsed, bújjából őt kimondjad. Szemem könyvtől árad, szívem bútól fárad, de véred hullása, szívem alélása. Világnak világa, virágnak virága, keservesen kínzanak, vastagekkel átvernek. Jaj, nekem én fiam, édes vagy, mint a méz, de szépséged meggyarázzá, véred hull, mint a víz. Siralmam, puhászkodásom belőlem kifakad, én szívemnek belső búja, mely soha nem enyhül. Végy magadhoz engem, halál, egyetlenem éljen, maradjon meg az én uram, világ tőle féljen. Ó, az igaz Simeonnak bizony érvényes volt a szava, én érzem-e bútőrét, melyet egykor jövendőt. Te tőled válnom kell, de nem így szörnyű valósággal, mikor így kínoznak én fiam halálosan. Zsidó, mit tész törvénytelenül? Fiam, miért hal bűntelenül? Megfogván, rángatván, öklözvén, kötözvén megölöd. Kegyelmezzetek fiamnak, nem kell kegyelem magamnak. Avagy halál kínjával, anyát, édes fiával, vele együtt üljétek. A fiú. Jézus azért, mikor látta, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeretett, mondta az ő anyjának, asszony, én hol a te fiad. Azután mondta a tanítványnak, én hol a te anyád. És ettől az órától magához fogadta azt az a tanítvány. Látod? A kereszt tövében nem szétesnek a családok, hanem egymásra találnak. Mikor viszonylagossá és értéktelenné lesz ez az áldott kapcsolat és közösség a világunkban, forduljunk a kereszt felé. Megváltó halál a szenvedései között egy családot kapcsolt össze Jézus. Több ez, mint a vérségi kapocs. Krisztus kapocs. Hit kapocs, kereszt kapocs. Így kapcsolódnak össze a családjaink, a tiéd, az enyém. Bizony egyszer majd fölsergősz, fiam, és álkapcsolódon felhattan a zár, és beszélned kell. Szabadért, fiam, megpróbáltatást köszönt reál, és tiédre mind. Hallgatni próbálsz, de a hallgatás emészt, és szádban rossz ízű a csend. Nincs hát menekvés, pedig tart a kín, gyötörnek olykor láthatatlanul, de sokszor nyíltan, sokaság előtt, csőcselék módján kövezik szavad. Gyilkolnak tettel, hallgatással is. Az elhallgatott szó majdnem halott, de tetsz halál ez, megszakítható.
s akkor gáncsot vet majd a gyávaság unokabátyán, botja félelem. S te elharapnád inkább nyelvedet, mint hogy beszélj, hisz önméleg a szó, s az öngyilkost az Isten bünteti. De akkor, fiam, ha fogvacogva is, ha reszketve, ha verejtékben is, szüld meg a szót, mely oly mélyen fogant, ahol még nem járt kés, szem, tudomány, s mint diadalmas hatalmak keze, a szózatunkhoz töltsél lesz a szád, s nem mértereken, s nem órákon át, de téren és időn túl hallhatón az embereknek mondasz valamit, valamit, amit más nem mondhat el, de amit neked kiáltani kell. Fiam, szeretlek, indulj és beszélj, érezd, utadra áldás napja süt, s az út egy pontján én várlak, ne félj. És meghomályosodik a nap. 6 órától kezdve pedig sötétség lett, mint az egész földön 9 óráig. Már ezt a nap sem állhatja, megsötétül ábrázatja. Hát én rád hogy nézhetek? Ó, megváltóm, reszketek! Mert a világ bűne terhét, melyet most a bíró rád vét, sokkal neveltem értemben. Te szenvedsz az én képemben. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat vigyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvad belsőben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre! Mély gyászba borult a természet, nap, hold, minden csillagokkal. Dél, kelet, észak és enyészet sírt a sok szent asszonyokkal, mikor a megváltó szenvedett, feszítetvén keresztfára, mikor meghalt, s eltemettetett.
hogy lenne váltságunk ára. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelki ismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. És a föld megindul. És a föld megindult, és a kősziklák megrepedeztek. És a sírok megnyíltak, és sok elhűlt szentek teste föltámadt. Hegyek halmos süllyedeznek, a kősziklák repedeznek. Holtak, holtak sírból feltámadnak, a szent városban jelt adnak. Megrendült a föld, hogy ne lendült volna meg. Amikor a kezedet tű vagy töv is szúrja meg, egyetlen pici ponton hatol beléd a fájdalom, de végig fut az idegeken át, az egész testeden. Mikor Krisztus keresztjét beleszúrták, és vére a földre hult a Golgotán, a kemény kősziklák is megérezték. Aki által és akire nézve minden teremtetett, a bűn hideg részvételenségében elvettetek. Teremtménye az ember nem indult meg. Teremtménye a természet összeveszem. Vevék azért a Jézus testét. Nem tudtam a búról, most a bú megölel, halványsággal belehel. Jaj nekem, én fiam, égi virágszál, igen elváltoztál, messzire távoztál. Iszonyú vas szegek törik a csontodat, facsarják izmodat. Jaj, én fiam, én fiam, feketülő vérrel csombogos a hajad. Az éjjel álmomban egész kicsi voltál, fürdettelek téged egy nagy tekenőben. Abban a nagy tekenőben tükröződött az égbolt. Jaj, én fiam, kék szemed is kék volt. Gonoszok lándzsája szúrja át a mellett. Gyere vissza, jaj, én fiam, maradj anyád mellett. Álmomban csókoltam apró dundilával. Mosolygott a csöpp szál, jaj, én fiam, hadd menjek utána. Véred bőhullása, szemeim sírása, szép arcodnak hervadása, szívem szakadása. Gőgicsélve heverésztél két karomba dőlve, hult, csak hult a zápor könnyen a nagy tekenőbe. Torkom csuklik, pörög a mellem, jaj nekem, megfulladok,
Fogjatok föl engem. Szíved fáj, karom is kiszárad. Éjfél tájban sötét hollók tépázzák a vállat. Jaj nekem, én fiam! Jaj, én fiam! Mi is történt? Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. A szívemen gigászi nagyra nőttek, láttál kemény, hideg gránithegyek, helyettem, én helyettem, én helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is, és ölbe vettem egy síró gyermeket. Megsimogattam lázadó kezemmel, mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt. És akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt, az ő testét fedi a sziklabolt. Már csak szeretni, simogatni vártam, haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskadt le a porba, Golgota útján, a kereszt alatt. Helyettem, én helyettem, én helyettem, ez a szó zengi át életem. Napfény gyanánt, ez tündököl felettem, s ez nyitja meg a mennyet is nekem. Kicsoda ő? Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban,
hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Helyettem, én helyettem, én helyettem, ez a szó zengi át életem. Napfény gyanánt ezt ündököl felettem, s ez nyitja meg a mennyet is nekem. Ki az, ki zörget, kérdik majd. Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett. És kitárják akkor újjongó örömmel a gyöngykaput, fehér angyal kezek. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Fénylik titka keresztfának, királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának, fénylik. Valahol az elején ez még kérdés volt. Emlékszel? Most tűnik el a homályban, vagy most űzi el a sötétséget. Most mit mondasz? Kérd Isten szent lelkét, hogy ne csak tény legyen számodra, így történt valóban, hanem hitvallás. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Milyen nagy szó, világ. Én alig látok át belőle valamit. Istennek az egészet szereti, és megváltotta. Milyen nagy szó, én. Milyen kedves, személyes, milyen gyakran nő mindenek fölé. És Isten úgy szeretett engem, a porszem hatalmasságot, hogy fiát értem adta, hogy éljek többé ne én, hanem éljen bennem a Krisztus. Fénylik titka keresztfának. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium, és erősíts meg, Úristen, a Te áldott igéddel minden tévelygések ellen. Ott állj minden árvafalú végen, mert a kereszt evangéliuma nem bibliai történet csupán, hanem útjelző, útmutató, a jövőnket irányító világosság. Sztárai Mihály a mohácsi vész után 120 gyülekezetet, falut, énekelt, prédikált ki a nádasokból, az erdőből, a pusztulásból és halálból. Mi volt a titka? Így van erről. A kereszt igéjét hirdetni kezdtem. Ahol a kereszt igéjét hirdettetik, ott élet, jövő, út nyílik előttünk. A kereszt útjelző. Keresztútnál, keresztkezdődéseknél, életünk boldogulását keresztkező akadályoknál, buktatni akaró keresztkérdések között. Világos és egyértelmű útmutatás. Járjuk mind a kereszt fényében. Kérjük Istent, útaid Uram, mutasd meg, hogy el ne tévelyedjen. Te ösvényedre taníts meg, miken intézd menni sem. És vezérelj engemet a Te szent, igaz ígérben.